Benkovics Gábor folyamatosan tájékoztat minket arról, hogy a BTG dolgozói éppen hol és mit csinálnak. Most az önkormányzat mögötti területen zajlik a fűnyírás. Mi lesz még a mai napon a feladatuk? Így van, jelenleg az önkormányzatnál történik a fűnyírás, előtte itt a körforgalomba történt meg a fűnyírás, majd ezt követően parlagfűmentesítési feladatokat fogunk elvégezni, mint a mellékelt területen látható, itt is azért megjelent a parlagfű a bolygatott területen, úgyhogy ez a kis szakasz kerül lekaszálásra. Valamint készülünk ugye tovább az őszi időszakra, illetve az iskola kezdésre, próbáljuk szebbé varázsolni a területeinket. A holnapi nap folyamán a körforgalmak virágágyásainak a gyomlálása fog megtörténni, és ezeket a munkákat a jövőben is végezzük folyamatosan, a virágágyásoknak a gyomlálását. Bízunk benne, hogy most már az égiek is besegítenek, és egy kis csapadékot is kapunk. Így most az öntözést próbáljuk egy picit átütemezni az időjárás függvényébe, hogy ha szerencsénk van, akkor most már elég leszheti egy alkalommal megtenni ezt a feladatot. Bízunk benne, hogy azért ez így egy kicsit költséghatékonyabb is volna, hogyha nem csak nekünk kell folyamatosan, hanem egy kis égi segítséget is kapunk. Ezen kívül ugye az intézmények udvarán történt még a héten, meg történik még egy pár napig a faápolási munkáknak az elvégzése. Tegnap például a Hermann iskolában megtörtént, úgyhogy iskola kezdésre át is tudjuk adni úgy a területet, hogy biztonságosan használhatják a fiatalok. Nekem itt Budaörsön abszolút kedvencek a körforgalmak, hiszen annyira színesek, annyira szépen vannak kitalálva, megálmodva. Erről egy kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy ezzel ki foglalkozik, ki az, aki megtervezi, és mik a fő szempontok? Itt a fő szempontok leginkább az, hogy milyen növények, amik bírják ezt a klímát, ugye itt megvannak a bevált növényeink, illetve az, hogy minél színesebb és színpompásabb legyen egy-egy körforgalom. Igyekszünk minden évbe változtatni ezen. Ezeknek a tervezés, ugye ez már januárban megkezdődik, hiszen akkor a növényi szaporító anyagokat már le kell foglalnunk, ilyenkor ezek megrendelésre kerülnek. Előtte természetesen ugye a főkertésszel, illetve szakemberekkel történik egyeztetés, illetve a tervezés úgy történik meg, hogy a tervezők megálmodják a motivációt, illetve a növény mennyiséget, ez alapján kerülnek majd a végén megrendelésre a növények, és akkor májusban nekiállunk az egynyáriakat elültetni. Most pedig igyekszünk azon, hogy minél tovább színpompások maradjanak. Itt már sajnos ugye az eddigi szárazságok, hiába az öntözés, tehát azért egy kicsit a növényeket megviselt ez a hőség. Igyekszünk azokat a növényeket eltávolítani, amelyek már elszáradtak, illetve az évelő növényeknél ugye az elszáradt részeknek a visszavágása történik folyamatosan. Erre nagyon odafigyelünk, illetve készülünk arra, hogy az őszi időszakban, október vége felé két nyár, illetve az évelő növények kerülnek majd beültetésre. A parlagfű sajnos sokak életét megkeseríti. Mit kell arról tudni, hogy így város szinten a BTG munkatársainak hogyan, milyen időközönként kell ezzel foglalkozni, illetve alapvetően a lakosokra milyen törvények, milyen szabályok vonatkoznak? Jogszabályok alapján ugye július 1-től kell megakadályozni a virágbimbók kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs idő végéig fenn kell tartani az ingatlan tulajdonosának. Ugye itt a vegetációs idővég az általában ilyen október közepe vége, ez is időjárás függő. Itt is látható, hogy azért itt már virágbimbós, tehát ugye ezt mindenképpen kaszálni szükséges. Vagy kisebb területen ugye az a megoldás, ami a legcélra vezetőbb, az a tövestől kihúzzuk a parlagfüvet. Itt, ahol nagyobb mennyiség van, itt általában kaszálni szoktunk, illetve azokon a területeken, amelyek inkább azt mondanám, hogy külterületi jellegűek, vagy kevésbé frekventáltak, ott pedig még a vegyszeres védekezés is szóba jöhet. Ugye általában totális gyomírtószerrel szoktunk olyan helyeken, ahol nincsen más kultúrnövény a környéken, tehát ott ezek megoldhatók, ott, ahol füves terület van, itt ugye a szelektív szereket lehet használni, hogy más növényt ne károsítson az írtószer. A lakosok otthon a kertben, vagy az utcafronton, hogyha parlagfüvet látnak, akkor mi a legjobb írtási módszer? Nyilván azt említettük, hogy kihúzzuk gyökerestől, de van-e más módszer, amivel érdemes próbálkozni? A leghatékonyabb az tényleg a kihúzás, mielőtt még elkezdeni szórni a virágport, tehát, és elkezdeni szaporodni, tehát mielőtt kialakulnak a virágbimbók, akkor célszerű ezt megtenni. A legcélra vezető mindenképpen a kihúzás. Itt ugye ezért felhívnám a lakosok figyelmét, hogy a jogszabályok alapján ugye az ingatlan előtti rész is, tehát a ház előtti rész az utastik terjedően az ingatlan tulajdonos feladata, hogy ennek a szakasznak a karbantartása is. Úgyhogy erre mindenki nagyon figyeljen oda.
hiszen ez az ő dolguk, a többi területen pedig igyekszünk mi helytállni, úgyhogy itt is meg fog történni a mai nap folyamán ez a kaszálás, illetve az összes többi területet folyamatosan figyelemmel kísérjük. Sajnos, amint megint csapadékosabb idő lesz, akkor várható, hogy hamarabb meg fog jelenni, megint elkezd virágozni. Sajnos a parlagfűre nagyon jellemző az, hogy hiába van visszavágva, akár a 2-3 centis növény is újra kezd virágozni, úgyhogy ennek a folyamatos figyelését igényli ez, hogy meg lehessen akadályozni a virágbimbó kialakulását, tehát ugye azt az állapotot fent tudjuk tartani, ami elő van írva. A parlagfű mellett van olyan más növény, ami szintén nagyon erős allergiás reakciókat válthat ki, tehát amire figyelnünk kell? Több ilyen növény is van, ugye a parlagfűre jogszabály vonatkozik, de emellett ugye ami hozzá nagyon hasonló az a fekete üröm, ami szintén lehet. Itt ugye specifikus az, tehát a parlagfűnél is, hogy a virágporra, tehát a pollenre rátapadó egyéb anyagok okoznak inkább allergiás tüneteket, tehát ugye ezen nagyon meg tud tapadni, de a többi növénynél is, tehát ugye van, aki pázsitfűre allergiás, van, aki más növényre, tehát fáknak a virágporára, tehát itt többféle lehet, azt nem tudnám úgy konkrétan kiemelni, hogy most mi az, amire nagyon oda kell figyelni, tehát a fekete üröm, a fehér libatop, ezek, amik leginkább előfordulnak és meg is tudnak szépen növekedni, tehát nagyon sokan keverik ezeket a növényeket. Ahol bolygatott terület van, ott általában a parlagfű fog előjönni, amire azt mondják, hogy évek óta gazos, abban valószínűleg nem lesz parlagfű, abban egyéb más növény van, de ott ahhoz záródott az állomány, ott nem tud megjelenni a parlagfű.